Szívből örülök annak, hogy újból találkozunk a Biblia alapigazságainak tanulmányozásánál. Alkalomtól alkalomig egy-egy témakört dolgozunk fel. Ma természetesen egy újabb, fontos tudnivalóval fogunk találkozni. Azonban mielőtt rátérnénk arra, amit ma tanulunk a Szentírásból, néhány gondolat erejéig emlékezzünk vissza arra, amiről a múlt alkalommal tanulmányoztunk. Tanulmányoztuk az Ószövetségét és az Új Szövetséget. Tanulmányoztuk azt, hogy mi a különbség a kettő között, és láttuk azt, hogy az Ószövetség és az Ószövetségi Szentírás az két különböző dolog, és az Új Szövetség és az Új Szövetségi Szentírás is két különböző dolog. Ezt azért tartom nagyon fontosnak, hogy ezzel foglalkoztunk, mert így értsük meg azt a nagyon fontos igazságot, hogy Jézus Krisztus nem az Ószövetséget törölte el, tehát az Ószövetségi Szentírást törölte el, hanem magát, azt a szerződést, amelyet Isten létrehozott a zsidó nép között. És Jézus Krisztus nem az Ószövetség, hanem Új Szövetségnek a közben járója. Jézus Krisztus az egyetlen reménysége mindannyiunknak, mert ő halt meg értünk a Golgotai kereszten, és az ő vére törli le egyedül a mi bűneinket. Ezért láttuk azt is, hogy az Ószövetség szerint ember volt a közben járó, és ha mi embereken keresztül próbálunk bűnrendezést keresni, vagy keresünk bűnrendezést, akkor nem kapunk bűnbocsánatot. Egyetlen út a bűnbocsánatra és az örök életre az, ha az Új Szövetség szerint élünk, az pedig azt jelenti, hogy az egész Szentírás tanítását elfogadjuk, és Jézus Krisztus az egyetlen közben járó Isten és ember között. Ezért rajta keresztül próbáljuk, vagyis rendezhetjük el a mi életünket a mindenható Istennel. A mai témakörünk egy teljesen új témakör, új gondolatkört vesz fel, mégpedig szeretnénk foglalkozni a bibliai egészséges életmóddal, ezt pedig akkor tehetjük meg, ha ismerjük a Bibliában adott és a Bibliában található egészséges életelveket. Először általánosságban szóljunk néhány szót erről. Könnyebb a betegséget megelőzni, mint gyógyítani. Ezért a preventív dolog, a megelőzés nagyon fontos, és a Szentírásban Isten pontos utasítást ad arra, hogyan előzhetjük meg a betegségeinket, hogyan védekezhetünk a betegségek ellen. Ezért az élet alapelveit, pontosabban a fizikai élet alapelveit kell felsorolni, említeni, szem előtt tartani. A tiszta levegő, a napfény, a mértékletesség, a fizikai munka, legyen az bármilyen, és a víz. Mindezeket szem előtt kell tartani, mert ezek az egészséges élet alapelvei. Vagyis, ha nem használunk, ha nem szellőztetett helyen vagyunk, legyen az éjjel vagy nappal, tehát nincs tiszta levegő, természetes, hogy ez rossz hatással van az egészségünkre. Ha kerüljük a napfényt, nem a túlzott napfényről van szó, nem arra gondolok, hogy nyáron a dél melegével menjünk ki a napra is, napozzunk, mert az most már köztudott, hogy az ózonréteg ritkulása miatt rákkeltő is lehet, hanem a kellő napfény, legyen az kora reggel, vagy este felé, hogy legyünk napon minél többet, de ugyanakkor a mi lakásunkba is engedjük be a napsugarait, mert az a bent lévő kárt okozókat, pontosabban baktériumokat, bacillusokat megsemmisíti a lakásban is, és ez nagyon sokat jelent. Utána a fizikai mozgás. Szeretnék három dolgot egymás mellett megemlíteni. Fizikai mozgás alapvető az egészséghez, a lélegzetvétel is alapvető az egészséghez, és természetesen a táplálék is. Sőt, nem utolsó sorban, még akkor is, hogyha ezt a végén említem meg ennek a gondolatkörnek, a helyes vízfogyasztás. Sok emberrel találkoztam már, feltettem nekik a kérdést, mennyi vizet fogyaszt naponta?
A válasz nagy részt így hangzik. Ó, én nem is szoktam nagyon vizet inni. Lehet, hogy elmúlik egy nap, egy, kettő, három is, alig iszom meg egy-két pohárral, vagy naponta egy-két pohárral iszom vizet. Én nem fogyasztom, felesleges a vízfogyasztás. Gondolják és mondják sokan. Azonban az orvostudomány bebizonyította azt, hogy igenis nagy szükség van a test egészségben tartására a vízfogyasztásra. Tehát lényeges az, hogy kellő mennyiségű vizet fogyasszunk, de nem akár mikor. A minimum vízfogyasztás az 1 liter 2 deci. Ezt pedig általában úgy kell szétosztani, hogy reggel evés előtt, reggeli előtt fél órával megiszunk 4 deci vizet, ebéd előtt 4 deci vizet, és vacsora előtt 4 deci vizet. Ez a minimum. Ettől felfelé, ettől a 1 liter 2 deci víz napi fogyasztástól, vagy folyadékfogyasztástól csak felfelé emelkedni lehet. Lehet 1,5 liter, lehet 2 liter, attól függ az ember milyen munkát végez, de kellő víz mennyiséget kell fogyasztanunk. Miért? Azért, hogy a sejtek jól ki legyenek mosva. Például a mosógépek miért mosnak sokkal szebben, mint valamikor kézzel a háziasszonyok, ahogy azt tették. Azért, mert ki tudja, hogy egy folyamatban, mosás folyamatban hányszor megy az öblítés is, nagy mennyiségű vizet fogyaszt el átlával a mosógép. Ezért tartsuk figyelembe ezeket a dolgokat, ezeket az elveket. Azonban, ami a mi testi egészségünket illeti, sok-sok tényező hatással van a mi testi egészségünk megtartásához. A Bibliából én ma csak egyetlen egyet említek, ilyen általános elvet, mert Példabeszédek könyvének a 17. részében, a 22. versben találjuk. A vidám elme jó orvosságul szolgál, a szomorú elme meddig megszárasztja a csontokat. Mit mond a Szentírásban Isten? A vidám elme jó orvosságul szolgál. Használjuk is ezt a kifejezést, hogy bánatbeteg. Amikor valamiért aggódunk, vagy bánkódunk, elmegy az életkedvünk, enni se nincs kedvünk, semmihez se nincs kedvünk. Egyszerűen kedvtelenek vagyunk. Nem kívánunk még beszélgetni se nagyon emberekkel, vagy pedig nehezünkre esik, ha azt tennünk is kell. A Bibliában Isten ezért tanácsolja ezt, hogy legyünk derűsek, vidám elme jó orvosságul szolgál. Próbáljuk ki az egész közérzetünk, az egész lényünk, az egész életvitelünk, még a szavaink is egészen másak lesznek akkor, hogyha derűsek vagyunk, vidámak vagyunk. Azonban ennek az ellenkezőjét is elolvastuk a Szentírásból, a szomorú lélek pedig megszárasztja a csontokat. Ha az ember sokat aggódik, ha az ember kétségben van, ha az ember levert, elcsüggett, bánatbeteg, szomorúsággal telt, ha ez hosszú ideig fenntart, és hosszú ideig megmarad az ember egy ilyen lelki állapotban, akkor rendszerint különböző betegségek ütik fel a fejüket. Ezért Isten a Szentírásban nem csak a hitelveket adta meg, nem csak azt mondta el, hogy mi mindent kell megtennünk az életben, hogy neki szolgáljunk. Nem csak a 10 parancsolatot adta meg, nem csak azt adta meg, hogy higgyük és fogadjuk el azt, hogy Jézus Krisztus az egyetlen közben járó. Vagy nem csak arról beszél, hogy ő a közben járó, tehát rajta keresztül rendezhetünk mindent. És nem csak ezt mondja el, hogy még rajta kívül sok minden mással találkozunk a Szentírásban, mint lelki hitigasság. Ezen igazságok mellett, amely közvetlenül a lelkünkre vonatkozik, ott vannak és ott találkozunk az egészségi szabályokkal. És ahogy már bizonyára észrevették, mi ezekkel az egészségi szabályokkal szeretnénk foglalkozni, hisz Isten nyomban, amikor megteremtette az embert, Édenkertjébe elhelyezte, a 6. napon, amint megteremtette, Isten megadta azt, hogy az ember mit egyen, és mit ne egyen. Pontosan megadta neki az étrendet. Ezt még úgy is nevezhetjük, hogy az édeni étrend.
Amikor látni fogjuk azt, hogy miből áll az édeni étrend, akkor vissza fogunk emlékezni arra, hogy hisz az orvostudomány ma is ezt pártfogolja leginkább. Így olvassuk Mózes első könyvének első fejezetében, a 29. versben, tehát a Szentírás első lapján, és mondta Isten, imé néktek adok minden makkozó füvet, az egész föld színén is minden fát, amelyen makkozó gyümölcs van, ez legyen néktek eledelül. Tessék csak megfigyelni, mit adott Isten Édenben őszüleinknek táplálékul. Azt mondja, hogy minden makkozó füvet, tehát a fűnek a magvát. Itt természetesen az összes gabonafélék benne vannak. Rizs és így tovább. Tehát a magvakat fogyasszuk. Utána azt mondja, hogy a fának a gyümölcsét. Tehát fának a gyümölcsét. Tehát gyümölcs és a magvak. Ez az édeni étrend. És az orvostudomány ma is ezt pártfogolja leginkább. Isten megadta őszüleinknek, hogy ezt egyétek. Tessék csak megfigyelni, hogy milyen csodálatos Istenünk van. Isten nem csak azt mondta el, hogy milyen hitelvek szerint kell élnünk ezen a földön, hanem ő gondoskodott a mi fizikai egészségünkről is. Miért? Mert az előbb olvastuk a Szentírásból, hogy épp testben, épp lélek. És ez egy nagyon fontos elv és nagyon fontos kitétel. Tehát Istennek van egy határozott utasítása arról, hogy hogyan kell élnünk, mi mindent kell fogyasztanunk, és ha ezt betartsuk, akkor sokkal egészségesebb leszünk. Ha pedig egészségesek vagyunk, akkor vidámak is lehetünk, akkor boldogok lehetünk, ha egészségesek vagyunk. Ha nincs egészségünk, akkor semmihez végsősorban nincs kedvünk. Hadd mondjak el egy nagyon fontos dolgot. Édenből 5 isteni intézmény származik. És mindaz 5 isteni intézmény örökérvényű. Ez az első, hadd említsük meg az étrend, amit már itt hoztunk. Isten Édenben megadta az étrendet, Édenből származik házasság, Édenből származik a szombat szentsége, mert Isten a teremtés 6. napja után a 7. napon áldotta és szentelte meg a szombatot, és adta ünnepnapul már Ádámnak és Évának még Éden kertjébe a bűnbeesés előtt. Majd utána ott van a munka, mert Isten mondta Ádámnak és Évának, hogy dolgozzanak, műveljék a kertet, és végül az Isten tulajdona. Ő megtartott magának egy fát, hogy próbára tegye az embert, hogy vajon hű fog maradnia hozzá, hinni fog-e neki, kész lesz-e neki engedelmeskedni, és így tovább. Még egyszer egy mondatban elsorolom ezt a nagyon fontos 5 édeni intézményt, tehát az étrend, a házasság, a munka, az Isten tulajdona, és ahogy itt láttuk felsorolva, ezeket az elveket adta Isten, hogy mi ezt gyakoroljuk, és ez szerint élve kövessük mindenben őt, hogy az ő akarata szerint élhessünk, és ezek az elvek örök érvényűek, vagyis egy szóval örökre meg fognak maradni. Tehát Isten megteremtett bennünket, és megadta az üzemanyagot, a táplálékot, az étrendet, megadta, hogy mivel üzemeltessük, milyen üzemanyagot vigyünk be a szervezetre, aminek fogyasztása folytán az egészségünk kielégítőbb, vagyis állandósul, jó egészségnek örvendhetünk, és hosszú életen át tapasztalhassuk Isten áldását, még abban is, hogy mi egészségesen táplálkozunk. Azonban, amikor az ember vétkezett, Isten tudta azt, hogy a bűn következtében beköszöntött a földre a betegség, a különböző problémák, és végül a halál. És Isten gyógy ennivalót is adott. Gyógy növények, ahogy azt ma szoktuk mondani. Nyomban, amikor az ember vétkezett, és amikor megátkozta Isten a földet, Ádámot és Évát, nyomban hozzátette, mielőtt még kiűzte volna Éden kertjéből őket, a Mózes első könyve 3. részének a 18. versében, tövisset és bogácskorót teremjenek néked, s egyed a mezőnek a füvét. A gyümölcshöz és a magvakhoz. Isten nyomban a bűneset után
hozzáadta a zöldségféléket. Emlékszem, gyermekkoromban nagyon jelen volt az emberek között ez a mondás, hogy Isten fűbe, fába hagyta az orvosságot. Itt gondoljunk például a káposztára, gondoljunk a vöröshagymára, fokhagymára, vagy citromra, vagy számos más különböző, nagyon egészséges táplálékra, hogy Isten oda tette a magvak és a gyümölcsök mellé a zöldségféléket is, hogy gyógyítsák azok a mi szervezetünket, mert a bűn következtében beköszöntenek a különböző betegségek. Azonban nagyon érdemes megfigyelnünk, hogy Isten a vízözön után már újabb rendelkezéseket adott. Azonban azt is meg kell figyelnünk, hogy a vízözön előtt Isten tesz valamit. Egy különleges dolog van feljegyezve. Bizonyára sokan, akik olvassák a Bibliát, emlékeznek arra a csodálatos történetre, hogy mielőtt beköszöntött volna a vízözön, az állatok kettessével vonultak be a bárkába. Legyenek azok madarak, vagy négylábú állatok, vagy csúszómászó állatok itt a földön, azok bevonultak a bárkába. De hányan? Hány állat ment egy-egy fajból be? Isten azt is előre megmondta Noénak, és így olvassuk Mózes első könyvének a 7. részében, a 2. versben. Minden tiszta baromból 7 vígy be, hímet és nőstényt, azokból a barmokból pedig, amelyek nem tiszták, 2-2 hímet és nőstényt. Most ez micsoda? Hát miért mondta ezt Isten? Azokból az állatokból, amelyeket itt a Szentírás úgy nevez, hogy tiszták, tehát táplálkozásra alkalmasak, Isten jóvá hagyja, hogy ezeknek az állatoknak a húsát fogyasszátok, ezekből 7 vigyél be, azokból az állatokból, amelyet a Biblia úgy nevez, hogy tisztátalan, amelyet Isten nem engedélyez az embernek, hogy fogyassza, abból csak 2 természetesen egyértelmű, a fajfenntartás véget. Miért van ez így? Most mindenek előtt bennünket érdekel az, hogy mit jelent a bibliai meghatározásban ez, hogy tiszta állat, és mit jelent a bibliai meghatározásban az, hogy tisztátalan állat. A tiszta állatoknak Isten nevezi azokat az állatokat, amelyeket jóvá hagyott a vízözön után, hogy az ember egye. Itt nagyon érdemes megfigyelni, Isten, amikor megteremtette az embert, úgy teremtette meg, hogy növényevő legyen, azonban a vízözön után, amikor kijött Noé a bárkából, egyértelmű, hogy nem volt zöldségféle, és így nem tudott enni, és az állatoknak egy részét ehette, az állatok húsának egy részét ehette, ez természetesen a tiszta állatokra vonatkozik, de most az érdekel bennünket, hogy melyek azok a tiszta állatok, amelyeket Isten jóvá hagyott, hogy ehetünk, és melyeket nevezi a Szentírásban Isten tisztátalannak, amelyről azt mondja, hogy ezt ne egyétek. Mert ezt nagyon jól tudni, ezt tudnunk kell, hogy ez jogos Isten részéről, ezt majd később említsük meg, de most nézzük meg, hogy a Szentírásban Isten hogyan magyarázza meg nekünk azt, hogy melyek azok az állatok, amelyek tiszták, amelyeknek a húsa fogyasztható, és melyeket ne fogyasszuk, vagyis melyeket tilt el Isten. És ha mi fogyasszuk azokat az állatokat, pontosabban azoknak az állatoknak a húsát, amelyeket Isten eltiltott, akkor nem mehetünk be a mennybe. Lehet, hogy ez túl kemény megfogalmazás, de először ismerkedjünk meg, melyik állatok húsa fogyasztható. Melyik állatokat adott Isten eledelül azok számára, akik örökölni fogják az üdvösséget, vagyis örökölni fogják a mennyet. Mózes 3. könyvéből, a 11. részből, a 3. verstől olvasom a 7-ig. Itt felsorolja azokat az állatokat, amelyeknek a húsa ehető, vagyis melyik nem ehető.
Elmondja nekünk Isten az ismertető jelt a négylábú állatoknál. Mindaz, aminek hasadt a körme, és egészen ketté hasadt körme van, és kérődző a barmok között, megehetitek. Kedveseim, ugye milyen egyszerű ismertető jel? Nem kell nagy állatismerőnek lennünk, hogy melyik négylábú állat húsa fogyasztható. Egyszerű ismertető jel. Isten azt mondja, hogy a négylábú állatok közül annak az állatnak a húsát fogyasszuk, amelyik kérődző és a körme egészen ketté hasadt. És utána itt felsorol néhány példát, de a kérődző és a hasadt körműek közül ne egyétek meg ezeket. A tevét, mert az kérődző ugyan, de nincs hasadt körme, tisztátalan ez néktek. A hörcsököt, mert kérődző ugyan, de nem hasadt a körme, tisztátalan ez néktek. A nyulat, mert kérődző ugyan, de nem hasadt a körme, tisztátalan ez néktek. És a disznót, mert hasadt a körme ugyan, és egészen ketté hasadt körme van, de nem kérődzik, tisztátalan ez néktek. Amik fel vannak itt sorolva, ezek példagyanánt vannak számunkra, hogyha a két ismertető jel közül, a kérődzés és a hasadt körmű, ha valamelyik hiányzik, itt utoljára olvastuk a disznót, a disznónak valóban ketté hasadt körme van, és egészen ketté hasadt a körme, de nem kérődzik. Isten azt mondja, ezt ne egyétek, ez tisztátalan. Tehát ezeket az állatokat nevezi a négylábú állatok közül tisztátalanoknak, amelyeknek ugyan hasadt a körmük, de nem kérődzik, vagy pedig nyámogók, de mancsuk van. Tehát nem hasadt a körmük. Isten azt mondja, ezek az állatok tisztátalanok, ezeket ne egyétek. Ez, ami a négylábú állatokat illeti, ez az ismertető jel. Nézzük meg most, milyen halakat fogyaszthatunk. Azt olvassuk itt tovább, a 9 és a 10. versben, mindazokból, amely a vizekben élnek, ezeket ehetitek meg, aminek úszószárnya és pikkelye van a vizekben, tengerekben és folyóvizekben, azokat mind egyétek meg. Aminek pedig nincs úszószárnya és pikkelye a tengerekben és a folyóvizekben, legyen az akármely vízben nyüzsgő és akármely vízben élő állat, mind útálatos az néktek. Látjuk azt, hogy a halaknál van egy másik, szintén nagyon könnyen megkülönböztető ismertető jel, ez az úszószárny és a pikkely. Azok a halak, amelyeknek úszószárnyuk van és pikkelyük, azokat ehetjük. Amelyeknek valamelyik hiányzik, vagy az úszószárny, vagy pedig a pikkely, azt mondja Isten, ezt ne egyétek. Olvastam egyszer, nagyon meglepődtem, hogy az orvosok mit fedeztek fel a halakkal kapcsolatban. Miért egészségesebbek azok a halak fogyasztás szempontjából, amelyeknek pikkelyük van? És miért egészségtelenek azon halaknak a fogyasztása, amelyeknek nincs pikkelyük? Ebben a cikkben, amit olvastam, azt fejtegették, hogy a tudósok felfedezték, hogy a hal, amelyiknek pikkelye van, a koleszterint, tehát a meszet, a pikkelyekbe csapja le, vagyis ott rakja le. Azok a halak, amelyeknek nincs pikkelyük, azoknak a halaknak a húsában van a koleszterin, tehát a méz. És tudjuk azt, hogy az emberiség nagy része magas koleszterin tartalommal él, és bezzeg, ez igen káros, és nem csak káros, hanem veszélyes is egészség szempontjából. Itt látjuk a vízi állatokban, hogyan különböztessük meg. Majd a szárnyas állatokra is kitér, és itt felsorol egész hosszú sort a szárnyas állatok közül. Én néhányat el fogok olvasni, de van egy ismertető jel, ahogy nagyon könnyen megérthessük. Olvasom a 13. verstől. A szárnyas állatok közül pedig ezeket utáljátok is, meg ne egyétek. Utálatosak ezek a sas, a saskesejű, és a halászósas, a sólyom és a héja az ő nemével, minden holló az ő nemével, a kujik, a hattyú, a fülesbagoly, a bölömbik, a pelikán, a gém, az eszterág és a szarka az ő nevével, és a büdösbanka és a denevér, és így sorolja fel ezeket a különböző
állatokat, szárnyas állatokról van szó. Hadd mondjam el egy szóban, melyek a tiszta állatok? Az összes házi szárnyas állat a Biblia mércéje szerint ehető, fogyasztható. A tiszta állatok, a tiszta szárnyas állatok kategóriájába tartozik. Amikor ennyire részletesen taglalja a Szentírás, hogy mit tegyünk és mit ne együnk, most gyorsan elismétlem a három állatcsoport ismertető jelét, hogy melyiket ehetjük meg és melyiket nem. Négylábú állatoknál azoknak az állatoknak a húsát fogyaszthatjuk, melyek kérőznek, és négylábú állatoknál ott van a hasadköröm. Tehát a kérődző és a hasadköröm az ismertető jel. A halaknál a pikkely és az úszószárny az ismertető jel, amelyeknek ez megvan, ezt fogyaszthatjuk. A szárnyas állatoknál pedig az összes házi szárnyas állatot fogyasszuk. A Szentírásban Isten kitér még sok mindenre, de én az állatokkal kapcsolatban egyetlen egy dolgot szeretnék még megemlíteni. Mózes 5. könyvének 12. részéből a 23-tól a 25-ig terjedő versekben. Tehát Mózes 5. könyve 12. rész 23-tól a 25-ig terjedő versekben ezt olvassuk. Csak hogy abban álhatatos legyél, hogy a vért meg ne egyed, mert a vér az a lélek, azért a lelket a hússal együtt meg ne egyed. Meg ne egyed azt, a földre nősd azt, mint a vizet. Meg ne egyed azt, hogy jól legyen dolgod néked és a te gyermekeidnek is utánad, mivel hogy azt cselekszed, ami igaz az Úr, tehát az Isten szemei előtt. Tessék megfigyelni azt, hogy vagy háromszor hangsúlyozza, hogy meg ne egyed a vért, földre öntsed, nehogy megegyed, harmadszor is meg ne egyed azt, miért? Hogy jól legyen dolgod néked is, a te gyermekeidnek is utánad, mert ha ezt cselekszed, akkor azt teszed, ami igaz a mindenható Isten szeme előtt. Isten tehát a vért is. Isten tudja azt, hogy mi az egészséges az ember számára. Lehetséges, hogy végig gondoljuk, hát Isten erre is gondolt. Istennek a figyelme erre is kiterjedt. Ő nem csak megteremtett bennünket, és megadta az üdvösség feltételeit, hogy nekünk hogyan kell élnünk ezen a földön, ő még arról is gondoskodik, és azt is meghatározza, hogy mit tegyünk, és mit igyunk, mit ne együnk, és mit ne igyunk. Igen. Ő neki van egyedül joga rá. Szeretnék egy példát venni. Amikor veszünk egy mosógépet, vagy veszünk egy traktort, vagy veszünk egy autót, például legyen egy autó a példa. Megvettük az autót, és a gyár előírja azt, hogy ezt ólommentes benzinnel kell üzemeltetni, és azt mondja a tulajdonos. Engemet nem érdekel, hogy mit mondott a mérnök, mit írt elő a gyár. Végsősorban ez az autó az enyém, és én ezt az autót úgy üzemeltetem, ahogy én akarom. És például öntök bele naftát, gázolajat. Működni fog ez az autó? Egyértelmű, hogy nem. Vagy nem ólómentes benzint, hanem közönséges benzint teszek bele. Vagy ahogy amikor benzinhiány volt az embargó alatt itt nálunk, akkor sokszor úgy volt, hogy 98-as, tehát szuperbenzinnel üzemeltető autóba beletettek közönséges, normál benzint, és bezzeg nagy javításra került. Ha azt akarjuk, hogy egy gép minél tovább használható legyen, minél hosszabb ideig minden probléma nélkül üzemeljen, akkor nekünk nagyon is be kell tartanunk az előírást, amit a mérnök adott, és pontosan olyan üzemanyagot kell belehelyeznünk, amely elő van írva. Vagy veszek egy másik példát. A férj házasság évfordulóra a feleségnek vett egy nagyon jó mosógépet. És a feleség azt mondja, mivel ez ajándék, ezért én egyszerűen azt teszek bele is annyi ruha, amennyit akarok. Például elő van írva, hogy 3 kg száraz ruhát kell beletenni a mosógépbe. Azt mondja a házasszony, ez engemet nem érdekel. Én 5 kg száraz ruhát teszek bele.
Hadd kérdezem, ugyanolyan hosszú életű lesz az a mosógép, minthogyha betartaná az előírást? Hiszem, hogy egyetértünk, hogy nem. És kedveseim, ha a mérnök előírását, vagy a gyár előírását nagyon is betartsuk, és azzal üzemeltetjük, amit előírtak, annyi ruhát teszünk bele, amennyit előírtak, hát akkor Isten, aki teremtette a mi testünket, az is elmondja nekünk azt, hogy milyen üzemanyaggal üzemeltessük a mi testünket. Hát akkor ezt nem kell figyelembe venni? Nem kellene nagyon komolyan vennünk? Most előbb azt mondtam, hogy nem kellene. Javítok. Nem kell. Hát végsősorban kinek teszünk rosszat, ha mi káros anyagokat viszünk be szervezetünkbe, és tönkretesszük az egészségünket? Kinek? Magunknak vagy másoknak? Hát egyértelmű, hogy magunknak. Sajnos mégis emberek nagyon sokan nem veszik komolyan azokat az utasításokat, amelyeket a Szentírásban találunk. Eddig szó volt, és eddig említést tettünk a táplálkozásról. Azonban a továbbiakban más dolgokra is szeretnék kitérni, mégpedig először lapozzuk fel a Galatabeliekhez írott levelet, Galatabeliekhez írott levél 5. részét, és az 5. részéből olvassuk el a 21. verset, ahol most már nem a táplálékról van szó, hanem valami másról. Itt a testnek cselekedetei vannak felsorolva. Tehát azok az dolgok, amelyeket ha cselekesszük, kizárnak bennünket a mennyből. Nem lehetünk Isten országának örököse. Nem nyerhetjük el az örök életet. És itt ebben a felsorolásban több minden, nagyon sok minden fel van sorolva, én csak a legide vonatkozóbb részét olvasom, Galata 5.21. Sorolja a rossz dolgokat, irítségek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók, melyekről előre mondom néktek, amiképpen már ezelőtt is mondtam, hogy akik ilyeneket cselekszenek, Isten országának örökösei nem lesznek. Itt a felsorolásban tessék megfigyelni, hogy milyen bűnök között van a részegség. Irítség, gyilkosság, részegség, dobzódás. Nem meglepő a környezet leírás, hogy a részegség a gyilkosság után következik. Más szóval, a részegség gyilkosság is, egy bizonyos fokig. Például sok mindenről írnak az újságok, szaklapok, és sokan ajánlják pontosan a borfogyasztást, de arról már nem írnak, hogy egy-egy liter, vagy egy-egy napi, vagy heti, vagy egy éven keresztül való borfogyasztás az agysejtekből hány ezret semmisít meg évente. Erről már nem írnak. De itt azt mondja a Szentírás, hogy irítség, gyilkosság, részegség, dobzódás. Tehát a gyilkosság és a részegség ikertestvér. Nem egyszerre ölik meg az ember magát, hanem fokozatosan egy-egy pohár, amit beönt, legyen az bor, vagy bármilyen szeszes ital, amiben alkohol van, kevesebb vagy több, attól függ a hatása. Hanem egyszerűen ott van az, hogy részegség. De kedveseim, még egy dologra szeretném felhívni kedves figyelmüket, melyekről előre mondtam néktek, amiképpen már ezelőtt is mondottam, hogy akik ilyeneket cselekszenek, Isten országának örökösei nem lesznek. Az az ember, aki nem tartja be az egészséges étrendet, vagy azt az italrendet, amit Isten előírt, az az ember fokozatosan, módszeresen teszi tönkre az egészségét, módszeresen végzi a gyilkolást, és egy gyilkos ember, legyen az öngyilkos, vagy más meggyilkoló ember, ha ezt mindvégig teszi az életében, azt mondja itt, Isten országának örököse nem lesz. Ezzel kapcsolatban szeretnék még néhány példát hozni. Efézusi levélből olvassuk el az 5. részből, a 18. verset, ahol szintén erről van szó,
Tehát Efézus Belekhez írott levél 5. rész 18. verse. És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van, hanem teljesedjetek be Szentlélekkel. Kedveseim, engedjék meg, hogy itt hangsúlyt tegyek arra, hogy Pál apostol ezt mélyen hívő keresztény embereknek írja. Az Efézusban levő első keresztény gyülekezetnek, közösségnek, azoknak mondja el, meg ne részekedjetek bortól. Ugye abban az időben az volt legelterjedtebb. Tehát ebbe beletartozik, ebbe a kategóriába mindenféle alkoholos ital. De itt azt mondja, meg ne részegedjetek. Miért? Kedveseim, nem csak azért, mert ez a mondás él, hogy több házat elvitt a bor ár, mint a víz ár, mert ez igaz, hanem azért is, mert amikor az ember felönt a garatra, akkor az ítélő képesség nullát jelez. Egy részeg embernek mindegy, képtelen megkülönböztetni a jót a rossztól, még az ételben is, nem pedig a hitelvekre vonatkozóan. És Istennek az a célja, így mondja el Péter apostol által, józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvénk itt elnyerjen. Amikor a sátán kísértését és kísértési módját írja le a Szentírás, az imént hozott szövegben, Péter apostol első levele 5 rész 8. versében, akkor azt szeretném hangsúlyozni, hogy tessék megfigyelni, hogy melyik az első szó. Józanok legyetek. Amikor egy ember lerészegedett, a sátán arra vezeti rá, és abba az irányba vezeti, és oda vezeti, ahová ő akarja. Mert az ember akarat ereje is meggyengül, amikor felönt a garatra. Ezért mondja, józanok legyetek, és vigyázzatok. Természetes, a fizikai részegség mellett ott van még a lelki részegség is. Jó, de hát mi az, hogy lelki részegség? Van ilyen is. A Bibliában Isten felhívja figyelmünket erre. És amikor itt az imént idézett szövegben szó van, akkor egyértelműen először is a lelki részegségről van szó. De ki a lelki részeg ember? Az, aki nem a Szentírás tejnek tiszta italával táplálkozik, hanem a Szentírás tanítása mellett hitelvként elfogad más emberek tanítását is, és gyakorolja azt. Ezért vannak nagyon sokan, akik azt mondják, ugyan kérem, mindegy az, hogy hogy szolgálunk Istennek, csak valahogy szolgáljunk. Ó, kedveseim! Hogyha ez igaz volna, hogy Istennek mindegy, hogy hogy szolgálunk, akkor először is nem adta volna a Szentírást. Amellett nem adta volna meg azt, hogy mit higgyünk és mit ne higgyünk a Szentírásban. Sőt, nem beszélne arról, hogy mit együnk és mit ne együnk. Mit ne ígyunk és mit ígyunk. Kedveseim, itt a lényeg. Isten a Szentírásban nekünk elmondja azt, hogy a tisztátalan állatoknak a húsát ne fogyasszuk. Elmondja azt, hogy vért ne együnk. Elmondja azt, hogy alkoholos italt ne ígyunk. Miért? Mert nem tudjuk megkülönböztetni akkor a jót a rossztól. Akkor a sátán sokkal könnyebben bűnre csábít bennünket. És akkor nem történik meg az, amit itt olvastunk, hanem teljesedjetek be Szentlélekkel. Mert csak a Szentlélek segíthet el bennünket arra, hogy mi hűséggel kövessük és cselekedjük az Isten akaratát. És a Szentléleknek az a szerepe, hogy elvezessen bennünket minden igazságra. Tehát egy részeg embert a Szentlélek nem tud elvezetni az igazságra. Ennek kapcsán szeretnék még egy-két verset olvasni a borral kapcsolatban. Ésaiás próféta könyvének az 5. részében a 11. majd a 12. verset olvasva a következőket találjuk. Jaj azoknak, akik jó reggel részegítő ital után futkosnak, és mulatnak estig, és bor hevíti őket. Tessék megfigyelni, hogyan vezeti be a mondani valót. Jaj azoknak, kiknek? Akik jó reggel részegítő italt isznak, és bor hevíti őket. És citera, lant, dob, síp és bor van lakodalmokban, de az Úrnak dolgát nem tekintik meg, és nem látják
kezeinek cselekedetét. Az az ember, aki lerészegedett, az nem látja meg az Isten jóságát, szeretetét sem. Egy szóval, akkor lássuk azt, szóval fogyasszuk azt, ami egészséges. Egy egész kemény dolgot olvasunk a Szentírásban, a borfogyasztással kapcsolatban. Szeretném hangsúlyozni, hogy miért nem beszél a Szentírás a likőrről, a pálinkáról, a Coca-Coláról, a különböző koffeines dolgokról, kábítószerekről. Miért nem beszél erről a Szentírás? Azért, mert amikor a Szentírást írták, akkor még a pálinka főzés ismeretlen volt. Ugye ezt később találták fel az emberek. Ezért az, ami vonatkozik az egészségünkre, amikor a Biblia beszél, és például a Biblia, amikor azt mondja, hogy a bor, akkor az mindaz, ami alkohol tartalmaz, a beleérthető. Példabeszédek könyvének a 23. részében a 29-től a 32. versig olvassuk. Kinek jaj, kinek ó jaj, kinek versengések, kinek panasz, kinek ok nélkül való sebek, kiknek szeme veressége, a bornál mulatóknak, akik mennek a jóbor kutatására. Ne nézd a bort, mi veres, mi színt játszik, mint mutatja a pohárban az ő csillogását, könnyen alácsúszamlik, végre, mint a kígyó megmar, és mint a mérges kígyó megcsíp. A borfogyasztás. Emlékszem, sajnos nagytatám szerette a bort, részeges volt. És ő gyakran elmondta azt, hogy amikor az ember megiszik egy pohárral, akkor már bent van a vőfény és hívogat. Nagyon kevés, és olyan ritka az az ember, mint a fehér holló, aki egy pohárral iszik meg naponta egy életen át. Isten nagyon határozott ebben a kijelentésben, ne fogyasszuk. És nagyon különös dolgot tanít a Szentírásban Isten az alkohol fogyasztásáról. Egy konkrét esetet is leír. Például a zsidó papok között is voltak, akik nem vették komolyan Istennek ezt a figyelmeztetését, és ezt találjuk feljegyezve Mózes 3. könyvének a 10. részében. Név szerint Nádáb és Abihú, Áronnak fiai lerészegettek. Ugye abban az időben is a bort széles körben fogyasztották, és azt találjuk feljegyezve, hogy mivel Nádáb és Abihúd lerészegedett, elhagyták aludni a tüzet, mert abban az időben tüzet gyújtani sokkal nehezebb volt, és a Biblia így nevezi, hogy van szent tűz, és van idegen tűz. Szent tűznek nevezi azt, amit Isten gyújtott meg, és azt kellett állandóan éjjel-nappal gerjezgetni, de mivel ők lerészegedtek, a gerjezgetést elhalasztották, és az kialudt, és máshonnan vettek tüzet, és ezért azt olvassuk szó szerint Mózes 3. könyve 10. részének az első 3 versében. Nádáb pedig és Abihú Áronnak fiai vevének egyen-egyen az ő tömjénezőiket is tőnek azokban, szenet és rakának arra füstölőszert, és vivének az Úr elé idegen tüzet, amelyet nem parancsolt vala nékik. Tűzjöve azért ki az Úr elől, és megemészti őket, és meghaltak az Úr előtt. Ki? Áronnak 2 fia, Nádáb és Abihú. De miért tette ezt? Azért, mert lerészegettek. Honnan tudjuk? Egyszerűen, amikor elolvassuk a 9 és a 10. verset, azt mondja. Bort és szeszes italt ne ígyatok te és a te fiaid veled, mikor bementek a gyülekezet sátorába, hogy meg ne halljatok. Örökkévaló rendtartás legyen ez a ti nemzetségeitekben, hogy különbséget tehessetek a szent és a közönséges között, a tiszta és a tisztátalan között. Miért nem szabad semmilyen részegítő italt fogyasztani? Mit mond Isten? Hogy különbséget tehessünk a között, ami szent és ami közönséges, a között, ami tiszta és a tisztátalan között. Kedveseim, engedelmeskedjünk az Istennek. Természetes, a Biblia a borról beszél. Azonban engedjék meg, hogy itt felsoroljam, amit mindannyian tudunk, hogy mi az még a szeszes italon kívül, vagy a szeszes italokon kívül, ami káros a mi szervezetünkre. Például ott van a cigaretta. Mindenki tudja, hogy több mint 100 féle elemből tevődik össze,
És mindegyik káros, és mégis fogyasszák. Köztudott az, hogy a tüdőrák sokkal inkább jelen van azoknál, akik cigarettáznak, mint azoknál, akik nem. Azonban ott van a fekete kávé, a koffein. Hány és hány ember teszi tönkre szervezetét, idegrendszerét, idő előtt, és idő előtt megy a halálba azért, mert rászoktatták a fekete kávéra. És még egy óriási felelősség. Azok a kismamák, akik nem tartják be ezeket az isteni előírásokat, azok már alkoholoztatják, nikotinoztatják és koffeineztetik a csecsemőt még az anya méhében is. És már megromlott idegrendszerrel jön a gyermek a világra. Nagyon gyakran megkínálnak fekete kávéval, amikor valamilyen hivatalos helyre elmegyek, és én mindig azzal köszönöm meg, és így válaszolok, hogy nagyon szépen köszönöm, de én az idegrendszeremet idősebb napjaimra őrzöm, függetlenül, ha már több mint 60 éves vagyok. És az emberek elmosődnek és rám néznek, kérdőjellel a szemükben. És én azt mondom, ha tudnák, hogy a fekete kávét ki és milyen céllal hozta be Európába, akkor nagyon sokan abba hagynák. Amikor a gyárosodás a 19. században kezdődött, akkor az orvosoknak adtak utasítást a gyártulajdonosok, hogy kutassanak utána, hogy valamilyen zamatos italt adjanak a munkásoknak, de az az ital minél több munkaerőt kiszípolyozzon belőlük. És megtalálták a fekete kávét. És a munkások, mivel reggel 6-tól este 6-ig dolgoztak, azt mondták, milyen jó a mi gazdánk. És a gazda iránti hálával a szívükbe megitták a koffeint. Ehhez oda tartozódik egy kis anekdóta is. Egy családban volt egy nagyon idős, nagyon kedves macska. A család beszélt arról, hogy el kellene tenni lábalól. De hát mit tegyenek? Hogyan tegyék ezt meg, mikor mindannyian szeretik? Végül megbeszélték. Hisz már foga se volt a macskának, vettek neki húst, meg is daráltatták, belekeverték a mérget, és oda tették a tányérjára. És a macska hálával a szívében, gazdái iránt, oda megy a tányérjához, és azt mondja, milyen jó az én gazdám. Azt is tudják, hogy nincsen már fogam. Meg is darálták a húst. Köszönöm nekik. És hálával a szívében, gazdái iránt, megeszi a húst, és természetesen elpusztul. Sajnos sok esetben így vagyunk az alkohollal, a nikotinnal, a koffeinnal, a kábítószerrel, amint látjuk, hogy mindinkább terjed. Isten elmondja nekünk, hogy mi az egészséges. Ragaszkodjunk hozzá, kérem önöket, ragaszkodjunk az Isten jelvekhez. Mert nekünk nincs senkink, aki annyi jót akar, mint maga az Isten. Aki nem csak teremtett bennünket, hanem meg is váltott. Egy nagyon egyszerű, azonban egy nagyon szép, közismert elvet találunk feljegyezve a Szentírásban, Ésaiás próféta könyvének 55. részében a 2. versben. Miért adtok pénzt azért, ami nem kenyér, és gyűjtött kincset azért, ami meg nem elégíthet? Hallgassatok, hallgassatok rám, hogy jót egyetek, és gyönyörködjék lelketek kövérségben. Két elv. Miért adtok pénzt azért, ami nem eledel? Pont. Kedveseim, legyen számunkra életelv. Azért adok pénzt, ami táplálék, ami az én egészségemet szolgálja. És második elv, hallgassatok, hallgassatok rám, hogy jót egyetek, és gyönyörködjék lelketek kövérségben. Ha mi Istenre hallgatunk, jó lesz dolgunk, mert ő jót akar nekünk. Szívrágyjuk meg a tanácsot, ha vannak rossz szokásaink, ha bármit fogyasztunk azokból, amit ma tanulunk, és látjuk, hogy Isten azt mondja, hogy ne tegyünk, és látjuk mi is, hogy az egészségtelen, akkor ehhez erő kell, hogy győzzünk, abba hagyjuk, ne együk, ne ígyjuk, ne fogyasszuk tovább. A Szentírásban egy nagyon szép tanácsot találunk erre vonatkozóan. A Korintus beliekhez írott 2. levélnek a 7. részében, az 1. versben.
Mivel hogy azért ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, Isten félelmében vívén véghez a mi megszentelésünket. Mire tanácsol bennünket Isten? Tisztítsátok meg magatokat minden, nem egy néhány, minden testi és lelki tisztátalanságtól. Mit jelent a testi tisztátalanság? Ha tisztátalan állathúsát fogyasztottuk? Vagy pedig olyan dolgokat ittunk, vagy iszunk, egy szóval fogyasztunk, amivel tönkretesszük a mi egészségünket? Dobjuk félre, tegyük félre, és tisztítsuk meg a mi testünket minden testi tisztátalanságtól. De nem csak attól, lelki tisztátalanságtól. És mi a lelki tisztátalanság? A bűntől, a rossz szokástól, mindaz, ami Isten törvényével és tanításával ellentétes. Kérjünk Istentől segítséget, és Isten adni fog erőt mindannyiunknak, ami azt tiszta szívből kérjük, és mi győzelmet tudunk aratni, és Isten erőt fog adni, hogy mi hűséges gyermekei legyünk. Példabeszédek könyvében egy nagyon szép tanács, a 11. rész 25. versében. A mással jót tevő ember megkövéredik, és aki mást felüdít, maga is felüdül. Legyen ez életelv. Mi ma egész idő alatt a táplálkozással foglalkoztunk. Mit együnk, mit ne együnk. Mit ígyunk, mit ne ígyunk. Egy szóval mit fogyasszunk, és mit ne fogyasszunk. Válasszuk a jót. De miért? Miért kell annyira odafigyelnünk, hogy mit viszünk be a mi testünkbe? Azért, mert amit eszünk és iszunk, mi azzá leszünk. Abból épül fel az ember szervezete, a mi sejtjeink. Ha egészségesen tápláljuk, akkor egészségesek leszünk. Ha pedig olyan káros anyagot viszünk be a szervezetbe, amelyet Isten megtiltott, akkor eleve védkezünk is. Miért? Végezetül két nagyon fontos igazságot, bibliai kijelentést, elvet szeretnék olvasni a Szentírásból. Korintus beliekhez írott első levél 6. részének a 19. és 20. verséből. Avagy nem tudjátok-e, hogy a te testetek a bennetek lakozó Szentléleknek temploma, amelyet Istentől nyertetek, és nem a magatoké vagytok? Kedveseim, jegyezzük meg jól, mi nem a magunké vagyunk. És az, ami nem a miénk, azzal nem tehetünk, amit akarunk. Egyszerű példát veszek. Kimegyünk a központba, ott megállunk egy rendőr előtt, kivesszük a pénztárcánkat, és bármilyen papírbankót előveszünk belőle, és darabokra kezdjük tépni. Meg fog-e büntetni bennünket a rendőr? Biztos. Miért? Mert az állami kincstár vagyonát tesszük tönkre. Hiába mondjuk azt, hogy ez az én fizetésem, ezt én kaptam, én rendelkezem vele. Én csak használom a pénzt, de nem vagyok a tulajdonosa. Az állami kincstárhoz. Ugyanígy van, kedveseim, a mi testünkkel kapcsolatban. A test a miénk. De felelősséggel tartozunk Istennek, hogy mi azt mivel üzemeltetjük. 20. vers. Mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi. Mi kétszeresen Istenéi vagyunk. Isten teremtett bennünket, és először azért az övéi vagyunk. Isten megváltott bennünket Jézus Krisztus Golgotai áldozatával, ezért másodszor is Istenéi vagyunk. Mi kétszeresen Isten gyermekei vagyunk. És kétszeresen Istené a mi testünk. Ezért mi nem tehetünk akármit felelőtlenül a mi testünkkel. Ha mi olyan táplálékkal tápláljuk a mi testünket, amiről Isten azt mondja, hogy nem szabad, tisztátalan, ne fogyasszátok ennek az állatnak a húsát, mert ez, ha ezt fogyasszátok, akkor bűn, akkor ti gyilkosok vagytok, ahogy azt olvastuk Galata beliekhez írott levélben. Vagy pedig olyan dolgokat iszunk, amiről tudjuk, hogy eleve káros. Mi tönkretesszük a mi testünket, mi tönkretesszük azt, ami az Istené, mert a mi testünk az Istené. És hogy ez mennyire szent, komolyan kell vennünk, szeretném olvasni Korintus beliekhez írott első levél 3. részének a 16 és 17. verséből. Nem tudjátok-e, hogy ti Isten temploma vagytok?
és az Isten lelke lakozik bennetek? Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten, mert az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti. Milyen határozott kijelentés. Ha valaki megrontja az Isten templomát, megrontja azt az Isten. Kedveseim, ki tud bennünket ráhajtani, rákényszeríteni, hogy az egészséges életelvet, amelyet a Szentírásban Isten elmondott, mi betartsuk? Senki. De ha szeretjük Istent, ha szeretjük Jézus Krisztust, aki értünk halt a Golgotai kereszten, akkor szeretni fogjuk magunkat is. Értékelni fogjuk azt az életet, amelyet Istentől kaptunk. Értékelni fogjuk azt az egészséget, amit szintén Istentől kaptunk. Ezért ragaszkodjunk azekhez az elvekhez, és a mi Isten iránti szeretetünket abban mutassuk meg, hogy mi betartsuk azokat az utasításokat, amelyeket Isten a Szentírásban, a táplálkozással kapcsolatban adott. Mi fogyasszuk csak azt, amiről Isten azt mondja, hogy ez áldást fog hozni. Ígyuk azt, ami egészséges, és ne fogyasszuk semmit azokból a dolgokból, amelyeket Isten a Szentírásban megtilt. Ha ezt tesszük, akkor mi kifejezzük az Isten iránti szeretetünket, és végső sorban jót teszünk másnak is, mert másnak jó példát adunk, jót teszünk magunknak is, mert áldásos lesz a mi egészséges életünk magunk és mások számára, és engedelmesek leszünk Istennek. És az engedelmességnek a jutalma pedig az örök élet. Kedveseim, szeressük Istent, szeressük magunkat, tartsuk meg azt, amit Isten a mi táplálkozásunkkal kapcsolatban adott, hogy így örömmel, boldogan szolgálhassunk neki. Örömmel dicséressük a mi drága jó megváltónkat, hisz ő szeret bennünket, ő megadta azt, hogy mit tegyünk és mit ne együnk, mit igyunk és mit ne igyunk. Mi pedig legyünk Istennek hűséges, Isten szerető gyermekei, hogy engedelmesek lehessünk, és amikor Jézus Krisztus eljön nem sokára, akkor mint engedelmes gyermekei bemehessünk vele együtt az ő országába. Segítsen bennünket ebben a jó Isten, és adja meg azt az örömet számunkra, hogy ez valóság legyen nem sokára, amikor Jézus Krisztus újból eljön az egek felhőjében. Amen. Kérjünk áldást Istentől. Köszönjük neked, drága jó édesatyánk, hogy te nem csak lelki eligazítást adsz számunkra a Szentírásban, hanem te elmondtad, hogy a mi testünknek egészségét hogyan őrizhessük meg, hogyan lehetünk minél hosszabb ideig egészségesek-e bűnös földön, és hogyan dicsőíthetünk, magasztalhatunk téged egészséges testben. Kérünk téged, Istenünk, segíts meg! Add, hogyha bármilyen rossz szokással és szenvedéllyel is küzdünk, te segíts meg bennünket, hogy győzedelmeskedhessünk azok felett. Adj erőt, hogy csak azt fogyasszuk, amit az ígében meghagytál, hogy már ezen a földön boldog, téged szerető, engedelmes gyermekeid lehessünk, hogy amikor eljössz, akkor kegyelmedből a téged szerető, engedelmes gyermekeidnek jutalmában részesülhessünk mi is. Köszönjük, hogy meghallgatod imánkat, Jézus Krisztus érdeméért kértük, kegyelmedből. Amen.